Üresek a széksorok a Művészetek és Irodalom házában, ahol korábban teltházas előadások voltak. A pandémiás időszakban a Pécsi Playback Színház tartotta meg hazánkban az első, világviszonylatban pedig a harmadik online előadást, amit aztán további 4 követett. Legutóbb és utoljára szerdán játszottak közönség nélkül a színészek, de most ők egy térben voltak. Azért a Zoom-on belül dolgozni az nagyon nehéz. Illetve az, hogy ez egy nemzetközivé tud szélesedni, az izgalmas tud lenni, de tegnap is éreztem azt, hogy nem látok nézőket, nincsenek információk, nincsenek reakciók, az játékmesterként is baromira megnehezít, és azt gondolom, hogy színészként is egy nagy kihívás. Nem morzsolódtunk le, hanem inkább azt gondolom, hogy újra definiáljuk magunkat, az egymáshoz való viszonyunkat, és azt is, hogy hol vannak a határaink. A playback, azaz visszajátszás, egy improvizációs színházi műfaj. A nézők élményeire épül, azaz abból készül a színház, amit a nézők megosztanak a színészekkel. A társulat tagjai is nehezen élték meg ezt az időszakot, hiszen az előadásoknak éppen a lényege veszett el, vagyis az intimitás. Hogy kell hozzá egy csomó érzelem, ami nem a színpadról jön, hanem a nézőközönség felől. Tehát, hogy mivel az ő történeteiket játsszuk, az ő személyes, nagyon személyes történeteiket, ezért szükség van az ő metakommunikációjukra, meg az, hogy lássuk, hogy hogyan reagál a közönség. Borzasztó nehéz egy ilyen ingerszegény környezetben működni, óriási energiát kíván, és nagyon nagy fegyelmet. A Pécsi Playback Színház most nyári szünetet tart, aztán szeptembertől a tervek szerint újra a Művészetek és Irodalom házában lesznek az előadásaik, és készülnek a 25 éves jubileumukra.